Tolna és Duna kapcsolata évszázadokkal ezelőtt kezdődött. A város egykoron fontos hajózási központ volt ugyanis. Nem nehéz tehát kitalálni, mit jelentett a helyieknek a folyó, majd később a szabályozás után visszamaradt holtág. Mindent, az életet és a megélhetést. Néhány dolgot említsek, hogy régen mi volt az, ami fontos volt. Nyilván az embereknek munkát adott, élelmet adott, nagyon intenzív volt a halászat. Hajómalmok működtek még a középkorban itt a városban, és hát azt se felejtsük el, hogy tekintettel arra, hogy itt volt az élő víz, azért nyilván a mezőgazdasági öntözés is sokkal könnyebben megoldható volt, tehát nagyon fontos gyümölcs és takarmány termesztő hely is volt, és például a közelben lévő selyemgyár is annak idején éppen azért került ide, mert akkor már ugyan holtág volt ez a víz, de lágy víz, tehát a víz lágysága tette azt lehetővé, hogy ma is egyébként a település egyik legtöbb emberének munkát adó, és egy nagyon jól prosperáló, most ugyan már német tulajdonú cég tovább folytatja, már nem sejemhernyókkal, és már nem sejmet, hanem üvegszárat gyártanak zömmel. De tehát ez egy a mai napig is egy nagyon fontos üzeme a településnek. Nem csak a helyi ipar számára volt létfontosságú a holtág és annak vize, hanem az itt élők mindennapjainak is szerves része volt. Azt lehet tehát mondani, hogy lehetetlen Tolna mikrokulturális múltjáról és jelenéről úgy beszélni, hogy az ember ne beszélne hosszasan a helyiek vízhez való viszonyáról. Amíg itt folyt a Duna, addig itt is tudtak hajózni, de nagyon sok olyan hajós dinasztia, például az én nagypapám és apukám is hajózott, akik később már az élő Dunán nyilván egész Regensburgtól Apatinig hajóztak, hajóskapitányok, kormányosok, huszályosok voltak, tehát nagyon sok embernek ilyen értelemben is a Duna kenyeret adott, és nagyon sok családot eltartott. Most pedig a Duna nyilván már ennyi embernek nem ad munkát, néhányan horgásznak, illetve elég nagy létszámú horgáztatás is van a két holtágon, az egyiken a Tolnai Dunáért Egyesület, a másiken pedig a Tolnai Horgász Egyesület az, ami ezt a jogot az önkormányzattól megkapta. Nem kell ahhoz túl régóta fiatalnak lenni, hogy az ember emlékezzen azokra az időkre, amikor a tolnaiak, mözsiek itt a holtág vízében strandoltak. Mi az elmúlt években nagyon komoly fejlesztéseket hajtottunk végre a parton, mert létrehoztuk az Altarépa szabadidőparkot, az mellett közvetlenül működik a már évtizedek óta nagyon kiváló eredményekkel bíró Tolnai Kajakkenu Egyesület, aztán csatlakoztak hozzá sárkányhajósok is. Ma már fürdeni nem lehet a holtágba. Én gyerekkoromban még a Tolnai Ártézi kútról hordtam a nagymamámnak a vizet, amikor bablevest főzött, és tudom, hogy nagyon sok tolnai hasonlóképpen tett, és gyerekként én még megtehettem azt, hogy a Tolnai Dunában fürdök. Hiába a tolnaiak téren és időn túlmutató kötődése a vízükhöz, az néhány éve már egyre nagyobb bajban van. Az altalai elszivárgás rendszeresen okoz gondot nyáron, most viszont az aszály miatt is törhetik a fejüket a helyiek. Ebben a forróságban ugyanis hihetetlen, de mégis igaz, naponta 1 centiméternyi víz is elpárolog a mederből. Ráadásul itt még a rengeteg iszap is gondot okoz, amit ki kellene termelni. Voltak erre ötletek, úgynevezett iszapfaló baktériumot telepítettünk ide, valamennyivel csökkent az iszap mennyisége, de igaziból ezt újra kéne minden évbe telepíteni, és itt több százmillió forintról beszélek csak a tolnai területen. Aztán abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy két polgármester kollégám, Fülöp János, a faddi polgármester úr, vagy aki korábban polgármester, a Tóth János, ők vízügyesek mind a ketten, és nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk a Tolna megyei vízügyi igazgatósággal, és gyakorlatilag amikor van mód a vízpótlásra, akkor kapunk vizet. De ez nagyon kiszámíthatatlan, ugye nagyon szélsőséges, száraz évek vannak most már hosszú évek óta, gyakorlatilag csapadék minimális esik, úgyhogy a sióból tudják pótolni a vizet. Tudjuk, hogy baj van, érezzük a lakossági nyomást is, de sajnos mi ezt nem tudjuk megoldani, se a polgármester kollégáimmal, se a munkatársaimmal.
A megoldandó feladat tehát jócskán túlmutat a város lehetőségein, a probléma csak állami segítséggel orvosolható, ebben segíthet az az akciótervként is értelmezhető tanulmány, amit a vízügy szakemberei készítettek el. A holtágaknak jelenleg nagyon kis mértékű vízpótlási lehetőségei vannak. A Faddi holtágon keresztül érkezik a Paks-Faddi főcsatornán egy betáplálás, ami sajnos az utóbbi évek kapcsán mutatja, hogy csak is a Faddi holtágnak mutat olyan szintű vízbevezetést, ami a nyári melegeknél a vízszint, erőteljes vízszintcsökkentést mérsékli, de ez a vízhozam sajnos nem elég a tolnai holtágaknak, nem jelent semmiféle vízpótlás szinte, ezért is szükséges a valamilyen távlati elképzelés. A tervek tehát elkészültek, a beruházás sorozat viszont több 10 milliárd forintba kerül majd. A legbiztosabb háttér a Duna folyó lehet a vízpótlások esetére, úgyhogy ebbe lehetne gondolkodni, hogy szivattyú telepek segítségével a holtág rendszereknek vízbetáplálást adni, ugyanis még a legkisebb vízszintnél is, azt mondhatni itt az elmúlt években előfordult legkisebb vízszintnél is 500 köbméter fölött volt a Dunában, ami egy másodpercenbe lefolyt a mederbe. Ebből most azt mondhatni, ebbe a tanulmánytervbe 2 köbméter per szekundum vízkivételezés került megtervezésre. Azt mondjuk, hogy a Duna esetében ez akármikor hozzáférhető. És ennek figyelembevételével mind a Faddi holtágba történhetne egy 1,5 köbméteres víz betáplálás szivattyúzásos módon, a tolnai holtágakban 1 köbméter. A szakemberek és a politikusok most azon dolgoznak, hogy előteremtsék a beruházáshoz szükséges pénzt.